Több éve bevett program a Sátoraljóhelyi Szlovák Iskolában, hogy havonta mutatják be a gyerekeknek az intézmény sokrétű tevékenységét, hiszen egy délutánban nem tudna minden beleférni. Játékosan közelítünk a leendő elsőseinkhez, és tulajdonképpen tematikusan októberben egyfajta őszi kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek. Most a torna és a sport van a porondon, ugyanakkor novemberben, illetve decemberre lesz az, amikor az adventi és a karácsonyi tematikát veszük elő, és majd folytatjuk szépen a hangszeres oktatásainkkal, néptánc oktatásunkkal, illetve matematika és a nyelvek oktatásunkkal. És nem elfeledve, hogy a tanulókat, illetve leendő tanulókat, kis óvodásainkat is bevonjuk ebbe a foglalkozásokba, hiszen ennek a találkozásoknak nem csak az a célja, hogy az intézményt megismerjék, hanem a potenciális érdeklődők már egymást is megismerjék, és ne egy idegen környezetbe kerüljenek majd a leendő szeptemberben, hanem bemelegedve, egymást ismerve, félelemmentesen érkezzenek hozzánk. Most épp a sport volt soron. Az iskola bemutatta a sport tevékenységeit egy rövid vetített előadás keretében, mint a síelések, biciklitúrák, kajakozás, kirándulások és sok más egyéb. Ezek után pedig játékos feladatokat, vetélkedést tartottak a nagycsoportosoknak, amibe igyekeztek a szülőket is bevonni. Igazából azt fogják látni, amit a gyerekek legjobban szeretnek csinálni, játszani, egy kicsit versengeni. Itt nyilván nem az lesz az első esetleges szempont, hogy ki lesz az első, második és így tovább, hanem a gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek mozogni. És hát az egész iskolai tevékenységünknek az a célja, hogy a gyerekek szeressenek sportolni, mozogni, szeressenek tanulni, mert az a legfontosabb, hogy ezt a belső késztetés miatt fogják csinálni. Rendszerint jól érzik magukat ezen a rendezvényen, és interaktív módon szeretnénk a szülőket is bevonni majd egy kicsit a sportolásba, mutassanak példát a gyerekeknek. Az iskola még sok-sok tematikus alkalommal várja a leendő elsősöket. Havonta egy alkalommal, mindig témához és alkalomhoz kötően, legközelebb november végén, illetve decemberben a Mikulásváróra, majd az ünnepkörben karácsony, februárban hagyományosan a Farsangra, és még természetesen iskola bemutató játékos foglalkozásokra is várjuk egészen a beiratásig. Külön bemutatásra kerül majd többek között az iskola nyelvi programja is, melyre csak úgy, mint az összes alkalomra, szeretettel várják a szülőket és gyermekeiket.